Szerintem a leghosszabb ideje funkcióban lévő pártelnök a vendégem, Türmer Gyula. Jó reggelt kívánok, elnök úr! 1989. december 17-én választották meg a pontos Magyar Szocialista Munkáspárt vezetőjének, amit most már Magyar Munkáspártnak hívnak. Elnök úr, jön a választás, indulnak? Természetesen indulunk, mint ahogy indultunk eddig is minden választáson, és ahogy indultunk mondjuk az elmúlt két évben közel 200 időközi választáson. Elnök úr, 1990-ben, amikor még azt mondom, hogy viszonylag friss volt az a fajta új párt, vagy régi párt, hiszen önök voltak az MSZMP-nek a, mondjuk úgy, hogy az ideológiai örökösei, akkor 181 ezer szavazatot kaptak. 2002-ben 121 ezer szavazatot kaptak. 2014-ben 27.700 szavazatot, 0,58%-ot kaptak. Egyre csökkenő tendenciát vélek felfedezni. Miben bíznak? Hát egyrészt a tendencia megfordult, mert az elmúlt 4 évben, tehát 4 évvel ezelőtt többet kaptunk, mint azt megelőzően, és most váratlan többet fogunk kapni. Az oka egyszerű, hát 90-ben, 94-ben a múltba építkeztünk. Még volt TS Paraszt, volt nagyüzemi munkás, ránk szavazott. Aztán eltűntek. Nem értettük egészen pontosan, hogy milyen az a munkás, aki a multinál dolgozik. Már jobban értjük. És az emberek is jobban megértették, hogy nem nyertek a kapitalizmussal. Ha mondja már el nekem, milyen az az ember? Milyen az önök szavazója? A multinál dolgozó például. Hát én mondok már példát, nem a 20 éves jön hozzánk, aki nagy reményeket fűz még a jövőhöz, és illúziókkal van tele, de jön a 40 éves, aki azt mondja, hogy hát rájöttem arra, hogy nem élek úgy, ahogy a szüleim éltek. És ami még borzasztóbb, rájöttem arra, hogy soha nem is fogok úgy élni, ahogy ők élnek. És itt nem arról van szó, hogy van-e mobiltelefonom, vagy nincs, hanem hogy van-e biztonságos munkám, van-e biztonságos megélhetésem. Sikerült megújulni? Hadd kérdezek néhány dolgot, ugye gyerekkorom emlékei ezek a szavak, de van önöknél még például ilyen, hogy központi bizottság? Hát minden pártnak van központi vezető szerve, nálunk is van központi bizottság. Így hívják, hogy központi bizottságnak hívjuk. Politikai igen. Bizottság van még? Az nincsen, a pártnak elnöksége van. Oké, okay. Amikor most elindulnak a 2018-as választásokon, akkor van egy különleges jogszabály, ugye november 14-én fogadták el ezt a jogszabályt, hogyha 1% alatt teljesít egy párt, nem önök, hanem bármely párt, akkor utána a kampányfinanszírozás összegét vissza kell fizetni. Önök legutóbb, ahogy említettem, 2014-ben 0,58-at értek el, 27.700 szavazattal. Ha 1% alatt teljesítenek, akkor az egy óriási rizikó, akkor ki fogja azt visszafizetni? Ön például a magánvagyonából? Hogy mondjam, hogy ez a törvény szerintünk egy buta törvény. Buta törvény és antidemokratikus, azért, mert kizárja a parlamenti bejutásból, vagy egyáltalán a parlamenthez való közeledésből a szegény emberek pártját. Hát a szegény emberek pártja az általában szegényekből áll. Na most nincs olyan ember, aki vállalja azt, hogy visszafizessen milliókat. De ha ilyen nem módon, bocsásson meg elnök úr, de ha ilyen módon azt mondom, hogy akkor az áfa törvény is buta törvény, én nem szeretnék plusz terheket fizetni, én sem fizetem be az áfát. Nem tudom, hogy hogy jön ide az áfa, meg itt korlátozták ugye, a bejutást, mert azt mondja, hogy egy anyagi kockázatot vállaljanak a pártok, és ezt a milliómosok pártjai tudják vállalni, a szegény emberek pártjai nem. Mi a következőt tesszük, a munkáspártnak saját bevételéből van arra pénze, hogy a jelöltjeit megállítsa, ez ami tőlünk függ. A kampányra pedig nem vesszük fel azt a pénzt, amit az állam itt nagy lelkűen ígér. Igen, ugyanakkor az a 27.700 fő, aki örökre szavazott, én nem tudom, hogy mire számít most. Tehát, hogy például a parlamenti küszöb azért valljuk meg 4,5%-ra áll önöktől. Hát nézd, nagyon egyszerű a dolog. 4 éve volt 33 jelöltünk. Azzal kaptuk azt a százalékot, amit mond. Most lesz majdnem 106 jelöltünk, lehet, hogy pont 106 nem lesz, de lesz a túlnyomó többség. Hát akkor már matematikailag is biztos, hogy több. És még ami nagyon fontos, változik a hangulat. Hát a 200 időközi választáson azt tapasztaltuk, hogy az emberek bíznak a munkáspárba. Hát azért is mondjuk a jelszavunk, hogy bennünk bízhat. Nem, mert konkrétan mellett, azt mondja, hogy benne, ebbe az emberbe is bízhat, és a mögötte lévő párban bízhat. Ugyanakkor a benne bízhat mindenképpen különböző szlogenekkel, de gyakorlatilag 1990 óta ott egyébként nem olyan sok hiányzott a parlament bejutásért, akkor még 4% volt a bejutás, és 3,5 körül szerepeltek. Szóval ez a benne bízhat, meg most aztán megújul a munkáspárt, most aztán új esélyünk van. Azért ne tagadjuk el, hogy önök a rendszerváltozás óta egyetlen egyszer se jutottak be a parlamentbe, tehát minden választáson úgymond alul maradtak, és ez nem kekeckedés, ez egy tény. Ön tudja pontosan, hogy mi vagyunk az egyetlen párt, amely a kapitalizmus
kapitalizmus bírája. Itt mindenki párt, mindegyik párt lefekszik így, hogy a tőke akaratának. Mi megyünk ellen, és mi következetesen a szegény ember, a dolgozó és a nép mellett vagyunk. És ezért kezdenek az emberek bennünk bízni, mert most már rájöttek arra, hogy hiába ígérgetnek itt össze-vissza a pártok, nem teljesítik azt, amit ígérnek. Mi a fő kampány ígérete? Én azt gondolom, hogy a mai világban, ami nagyon bonyolult, két dolgot kell csinálni. Ez adni kell az embereknek, és nem csak a középosztálynak, nem csak töredékeket a szegény embereknek. Adni kell legalább 200.000 forint minimálbért, adni kell legalább 100.000 forint minimál nyugdíjt, 65 év felett ingyenessé kell tenni a gyógyszerellátást. Térjünk vissza a nyugdíjkorhatáron a nőknél 55 évre és 60 évre a férfiaknál, és még mondom, nemzeti programot is kell dolgozni, és ebben különbözik a munkáspárt. De ezt ki tudja gazdálkodni a magyar gazdaság, hogy 55 évre leszállítják például a nőknek? Minden további nélkül ki tudja, minden további ki tudja. Önök erre és konkrétan még... például ott a központi bizottságban például számításokat végeztek? Hát tudják, miért, hogy honnan veszik el, miért, tudják, hogy miért ne, miért feltételező, hogy nem tudunk ilyen számításokat, tudunk. De azért még valamit hozzátennénk. Mi vagyunk az egyetlen párt, ami azt mondja, hogy el is kell venni. Elvenni a gazdagoktól, azoktól, akiktől nem vettek el 27 éven keresztül. 45%-os egyszeri luxusadót vezetnének be. Ez mit jelent? Nem luxusadót, vagyonadót. Ez azt jelenteni, hogy jó napot kívánok, Csányi úr, vagy Leistinger úr, vagy akármi. Na, mondja még, hogy kiket adóztatnának, mondja. Bármelyik milliárd, és azt mondja, kér, nézzük meg, van 100 milliárd, akkor ebből 45 milliárdot tessék szívesen befizetni. És erre az összes milliárdos fogja azonnal a kis bőröngyét, bepakolja azt a bizonyos 45 milliárdot a 100 milliárdból, és beviszi önökhöz, vagy az államkasszába. Hozzánk ne hozza, vigye az államnak. Nézze, ha az ország kormányának megvan erre a politikai akarata, akkor meg lehet csinálni. Ha stabilitást akarnak ebbe az országba, és nem akarják, hogy százezrek menjenek az utcára, mint Görögországban történt, akkor a stabilitást meg kell védeni, ennek pedig az a kulcs, hogy adni a szegény embernek a milliárdosoktól még elvenni. Hogyha itt volt egy pártelnök, mindig megkérdeztem azt, hogy kivel fognának össze például a választási siker érdekében. Én például azt olvastam önöktől, hogy ugye egyedül indulnak a 2018-as választásokon, egyet tisztázunk, az 1%-ra hajtanak, vagy a parlamenti bejutásra? Hát mind a kettőre természetesen. Reális célnak látja a 0,5%-os eredmény után, hogy 4 évvel később 5%-ot érjenek el? Hát, magyarázom ennek újra és újra, hogy egyrészt változik a társadalmi légkör, jobban szeretik az embereket. Ekkorát egy robbanásszerű 90%-os növelés. Nézzel, mi azt tapasztaljuk, hogy ma könnyen adják nekünk az ajánlást, sokkal könnyebben, mint régebben. Kettő, sokkal több jelöltünk lesz. Hát ha sokkal több katona van a háborúban, akkor nagyobb az esély. Meg lesz az 1%, és közelíteni fogunk a parlamenthez. És utána, tehát a választások után, már amikor ez megtörtént, és önök sikeresek, bárkivel hajlandók együtt működni, a dolgozók a nép érdekében, ki ez a bárki? Tehát ha Jobbik felkéri önöket, mert ők is a bárki részei, akkor például Jobbikkal is együtt dolgoznak? Nézze, a Fidesz-szel, az MSZP-re? Azt gondolom, hogy konkrét dolgokról van szó. Ha magyar-kínai kapcsolatokat kell fejleszteni, akkor akárki legyen kormány, ami támogatni fogjuk. Ha azt mondjuk, hogy hidat kell építeni, mert az jó a dolgozó embereknek, vagy föl kell emelni a minimál béreket, akkor az akármilyen kormány teszi, azt gondolom, hogy támogatni kell. Ez a kutya kötelességünk. Na most a beszélgetésünkből van még másfél perc. Engedje meg, hogy egy kicsit elrugaszkodjak az aktuál politikától. Egy dolog miatt megmondom őszintén, hogy irigylem önt. Mert hogy mindig is szerettem volna mondjuk egy interjút készíteni Slobodan Miloševićjel, vagy Fidel Castroval is. A párt politikai szerepe miatt ezekkel az emberekkel találkozott. Ki az, akivel a legjobb emléke van? Ma már sokak a diktátornak említenek, azok közül, akiket ön ismert annak idején, de ki az, akiről a legkellemesebb emléke van a világpolitikai egykor alakítók közül? Hát nézze, ha kettőt említett, Miloševićet és Fidel Castrot, azt gondolom, hogy mind a ketten független és virágzó országot teremtettek. Mármint Milosevic? Milosevic is. Pontosan ez nem tetszett a nyugatnak, ezért kezdték Jugoszláviát szétverni, szétbombázni, Miloševićet megölni. A virágzó kifejezést használtad, de szétesett az az ország, szétbombázták, hát, tízezrek, százezrek haltak meg. Szétbombázta, nagyon jól tudja, hogy kibombázta szét az a NATO, amely ma ugye jó pofát vág a dolgokhoz. És Kubáról ugyanazt mondhatom, hogy teremtett egy független országot. Ezt a függetlenséget irigylem én mindezektől a országoktól. Ez, amit nem akar a NATO-m elfogadni.
elfogadni. Ha már a Virágzót említettem Miloseviccsel egy mondatban, azért azt tudja, hogy ez az ember 11 évvel ezelőtt a hágai nemzetközi törvényszék börtönében halt meg, miközben háborús és emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolták. Tehát a boszniai háborúról ön is hallott. A hágai bíróság az a NATO bírósága. Ez a véleményem. Szerencsétlen Miloseviccset megölték a hágai bíróságon. Megölték volna? Megölték. Hogyan ölték meg? Ezt segítsenek. Azt én nem tudom. De... Megmérgezték volna? Hát látja, most a horvát tábornok nem vártam meg, míg megölik, hanem fogta a mérget és megitta. A boszniai horvát tábornok. Így van. A Miloseviccset pedig én azt gondolom, hogy eltették lábon, mert nem tudták rábizonyítani mindazt, amit ön most itt emleget. Hát érdekes teória volt, meghallgató. Köszönöm szépen Türmer Gyulának, hogy itt járt nálunk ma reggel.